Jar Jar Binks, a legerősebb Sith, a videónk címe a Fabulous Breaktime csatornáról. Küldöm nektek a linket, srácok, mielőtt megtudjuk az igazságot, parancsoljatok, ott lesz kiemelve lent a komment szekcióban is. Most megtudjuk, hogy a Star Wars univerzum legjobb karaktere valójában mit csinált eddig, hiszen most zajlik a gamingen, ugye? A Jedi Survivor végigjátszás, úgyhogy totálisan aktuális. Én, mint a number one magyarországi Jar Jar fanatikus, és egyébként Jar Jar magyar szinkrohangja, csak támogatni tudom vakon is ezt a teóriát. De amúgy ez a Fabulous Breaktime, most csak azon izélek, ez nem az időutazó kollega csatornája, akinek néztük a God of War-os videóját, amit amúgy letiltott a YouTube, de... Ugye, hogy ez egy branch, nem tudom, hogy az övéje, de hogy őt már ismerjük, és az nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy találj el minket Jar Jar Binks-szel. Ez ilyen Jar Jar Sith Party lesz? Ez az! Most rossz videót indítottam? Ja, boldog karácsonyt! Ja, hogy itt volt valami, ez egy belsős poén volt, ezt nem értettük. Na, mehet! Beszélgessünk egy olyan teóriáról, ami először nagyon hülyén hangozhat, de alaposabban megvizsgálva az anyagot rájöttünk, hogy nem is akkora hülyeség. Hát, hogy lenne hülyeség? Nem hülyeség. Amúgy most sokan nevetni fognak ezen a teórián, de ez a teória teljesen real, tehát ezt halálos komolysággal figyeljétek. Jar Jar Binks a leghatalmasabb Sith lovag. Ugye, hogy milyen abszurd? Nem, ez így van. Na nézzük meg, hogy miért is állítják ezt olyan sokan. Először vizsgáljuk meg magát a Gungan fajt, amiből Jar Jar is származik. A film alapján annyit tudunk róluk, hogy a Naboon élnek és antropomorf falak. Így van, és ki származik még a Naboo-ról a Star Wars univerzumban? Hm? Az uralkodó. Véletlen lenne? Nem hiszem. Itt az antropomorfot úgy értem, hogy teljesen olyanok, mint az ember, annyi különbséggel, hogy halak. Tudnak úszni, hogy mi... Különbsége, hogy halak. Minden, de futni és ugrani ugyanúgy tudnak, mint az emberek. Hát amúgy azt nem tudjuk, hogy a többi Gungan is olyan atletikus-e, mint Jar Jar. Mert ha megnézitek Jar Jar mozgását, felelhető benne a részeges karatemester eleganciája. Nem biztos, hogy minden Gungan úgy nyomja. Ennek ellenére Jar Jar lenyom egy akkora 4 méter... Láttál? Igen. ...magas akrobata mozdulatot, amit egy Jedi is nagyon tudott a filmek alatt. Ahogy tudjuk, a... Hoppá, véletlen lenne? Nem, erőhasználó. Jedik a Shaolin szerzeteseken alapszanak. Ugyanúgy mozognak, viselkednek, reggeliznek, stb. Jar Jar mozdulatai pedig egy másik harcművészetből erednek, ennek a neve pedig a Zeke One. Ebben a harcművészetben olyan mozdulatokat nyomnak le, melyek nagyon hasonlítanak arra, amikor pár feles után a kocsikulcsot keresed. A részeges karatemester, ajánlom mindenkinek a filmet. És ez nem véletlen. Az Ihwan harcművészet azon alapszik, hogy részeges mozdulatokkal megtévesztve ellenfélünket jól a padlóra küldjük. Nagyon ez egy létező dolog, srácok. Sok olyan megmozdulása volt Jar Jar-nak, melyek rejtélyesen hasonlítanak egyes mozdulatokra az Ihwanból. Vagy vegyük példának azt a csatát, ahol Jar Jar-t láthatjuk szerencsétlenkedni. Ott minden egyes mozdulatával megöl egy droidot, és sohasem sérül meg. Azt nem mondjátok, hogy véletlen, hát kiírtja a fele droid sereged. De persze mondhatnátok, hogy nagyon szerencsés volt. Szép gondolat lenne, ha tudnánk, hogy ebben. Nincs szerencse. Melyik Jedi mester mondta, hogy nem hisz a szerencsében? Nincs szerencse. Az univerzumban nem létezik a szerencse. In my experience, there's no such thing as luck. Ott van! Hát Obi-Wan meg, ott van! Hát nem létezik szerencse. Sikinenetben Jar Jar leesne egy hídról, de elkapja az utolsó pillanatban. Ilyen mozdulatot láthattunk már Jediktől is. De ha ez még nem... Szivádom! Ugyanaz a mozdulat, amit Luke csinált, így van. Lenne elég, Jar Jar a híd másik oldaláról esik le. Erre is... Várjál már! Tényleg! Hát átrepül a Jedi... Amikor a Jedik nem figyelnek, átrepül a híd másik oldalára, nézd meg! Innen ugrik le, és ide esik. Erre az oldalra. Sok pillanatban. Ilyen mozdulatot láthattunk már Jediktől is. De ha ez még nem lenne elég, Jar Jar a híd másik oldaláról esik le.
Hoppá! Erre is rá lehet fogni a gyakori filmes hiba, mint a kézváltás. Nem, de ez tudatos. Lucas elrejtette ezeket, hogy majd csak 30 év múlva jöjjünk rá. De itt van egy bizonyítékom arra, hogy ezt Lucas tudatosan csempészte a filmbe. Csak nézd meg a második droidot. Először odalő és néz, ahol Jar Jar eredetileg volt, de amikor leesik... Bazeg, tényleg? ...esik Jar... Azt a droidot nézzétek? Jar Jar második pozícióját nézi. Jar Jar lehet, hogy az erőugrást alkalmazta... Ott ránéz, ahogy átrepül a Jar Jar. És tényleg? Amint már láthattunk más Jediktől is. Jar Jar nem csak ebben az esetben használja az erőt. Láthattuk már sokszor elmetrükköt használni egyes embereknél, akiknek... Ott volt a keze! Kitakarta a fészkamom? Ott, ott nézd meg ott a Padmét! Ez amikor beszél a Padmé, hogy attól fél el, népet haldokol? És ott már nyomja mögötte. Aztat hiszek el, Naboo ki fog pusztulni? És ő ülteti el az aggályt a fejébe. Egyes embereknél, akiknek Jar Jar hatására megváltozott a véleményük. És ezt használta, hogy szenátor... Ez egyértelmű kézmozdulat, ott van. ...leessen, illetve ezzel manipulálta az egész szenátust. Meg amúgy mindig a Palpatine mellett van, hogyha megfigyelitek. Tehát, hogy lehet, hogy ő a mester, nem? Hát, hogy két Sith van igazából, de Palpatine a tanítvány. Ha ez még nem lenne elég, Jar Jar sokszor manipulált úgy másokat, hogy apró szájmozdulataival emberek szájába adta a szavakat. The Queen wishes it. She's curious about the planet. Ott manipulálja a Panaka kapitányt! Nézd meg, ott suttog a fülibe! Hát milyen észre se veszed a képen, mert a Padmé-ra fókusz... Nézd meg, ott suttog a fülibe! Ott sem... A Gangen faj... Ez nem lehet véletlen. Tárpals kapitány, üdv veletekednek! Vissza vagyok! Nagyon furán néz rá, plusz nem... Elnézést. Nem szabad nekem néznem a prequel jeleneteket. És nagyon közelíti meg. Jar Jar elmondása szerint azért, mert hülye és senki nem akar vele foglalkozni. De mi van akkor, ha azért nem mennek a közelébe, mert félnek tőle? Amúgy azért rúgták ki. Azért rúgták ki a gang. Nem azért, mert Jar Jar, kicsikét, nem ügyes. Azért száműztek, mert ügyetlen vagy? Hát, fogdossa rá arra, a nagy fasz! Tudták a gangenek, hogy velejéig romlott, és ezért üzték számon. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy miért viselkedik így. Véleményem szerint azért, hogy így... Történt egy a kettő icikicsi baleset, ha? Volta egy kis didurranó, aztán beletrafó főnökömbe, és számon üz! Manipulálja a Jediket, és hogy... Elnézést kérek. Megbízzanak benne. Egy törölt jelenetben egy vízes és lezuhanna a hajója, és rohadtul be van szarva egy olyan 2 méterre a parttól. És úgy fosik, hogy tudja, hogy képes 5 métert ugrani, és tud úszni és lélegezni a víz alatt. Hát eljátsza, ugyanúgy, ahogy Sidious eljátszotta, hogy le van győzve, és nincs erőm! Hát játszik az emberek érzelmeivel. Egy másik jelenetben Jar Jar Liam Neeson hátam mögött Anakin szemelátára kinyújtja a nyelvét, arra tanítva ezzel Anakint, hogy tiszteletlen legyen a Jedikkel. Igaz, tényleg, már így befolyásolja Anakint. Hát... A következő jelenettel pedig meg lehet magyarázni egy olyan dolgot, amit eddig senki sem nagyon értett. Miért szereti egymást Anakin és Padmé? Jar Jar azt mondja Anakinnak, egy 8 éves fiúnak, hogy Padmé szexi. Úristen! Így ráveszi Anakint, hogy mozduljon rá. Hát ezt is Sith befolyásolással megmondta neki, hogy dögös. Plusz Jar Jar nagyon érdekelten beszél Padmé-val még azelőtt, hogy kiderülni, hogy ő a királynő. Még arra is ráveszi, hogy menjenek a Naboo-ra. Úristen, itt mit mond? Gangen bátor? Ne, azt mondja, hogy bátrak. Mit mond? Mit mond itt? Miért nem magyar szinkronnal van bevágva? Jar Jar arra is képes, hogy megérezze a Jediket. A második részben pont akkor ér a lifthez, amikor Obi-Wan és Anakin megérkezik. Igen, és egyből lelép. Mert épp Padmé-nál volt és befolyásolta. Ennek a Naboo-ról Jar Jar elcsesz valamit a gépen, hogy a Tatooine-ra landoljanak, ahol először találkoznak Anakinnal. Amúgy ő szabotálta a Naboo-i cirkálót. Nem beszélve arról, hogy Jar Jarnak köszönhető az is, hogy Anakinba botlanak. R2-D2 is rájött az űrhajó szabotásra, így Jar Jar segbe rúgja, amikor észreveszi, hogy valamit művel a hajóval. Amúgy R2-nak feltűnt itt az elején, nézd meg, hogy neki megy. A robot olyan, mint egy jó kutya. Megérzi a rosszat. Ha már droidok... Gotromba! ...okról beszélünk...
Jó lenne egy hátrapofa! Na, nyugi. Minden droid a filmben furcsának tartja Jar Jar-t, mivel a droidokra nem hat az elmetrük. De Lucas miért teremtette ezt a karaktert? Nos, itt egy pár sor, amit Yodáról mondott. Yoda egy mese tradícióból ered, ahol a hős talál egy kis teremtményt az út szélén, akit nem tart túl fontosnak vagy érdekesnek, aztán a mese végén kiderül, hogy ő volt a nagy varázsló vagy valami ilyesmi. Erre épül. Hát sokan azt hiszik, hogy Jar Jar csak a comic relief az első részben, de nem. Lucas tudta, hogy ő lesz a Sith nagy úr. Csak aztán, ami miatt nem szerették az emberek Jar Jar-t, inkább elvetette ezt a script ötletet. Mint tudjuk, Lucas olyan elemeket rakott az új trilógiába, amilyeneket régiben is felhasznált. Szóval kell lennie az új trilógiában egy útszélén talán teremtménynek, akiről kiderülne, hogy egy nagy varázsló. Ne feledjétek, Yoda is először egy ilyen kis idegesítő izé volt, ami ki nem derült, hogy ki is ő valójában. Így van. Azért ez nem lehet véletlen. Jobb is lett volna, ha Yoda Jar Jar-ral csap össze a második rész végén, és nem Dooku-val, akit csak történettömítésre használtak. Így van! Hát milyen jó lett volna a Yoda Jar Jar párbaj! De lehet, hogy azért nem Jar Jar-ral csap össze, mert a közönség megutálta Jar Jar-t. Igen. Lucas azt is mondta, hogy Jar Jar a kulcsa mindennek. Jar Jar's the key to all this. Jar Jar's the key, ott mondja Lucas. Ha ez még nem elég, a Jar Jar-t játszó színész kitvítelte, hogy jó érzés azt látni, hogy kiderül egy munka mögöttes tartalma, mindegy mennyi időbe telik. Ott van, hát konfirmálva van a teória, és ezért mondtam nektek. Azt hiszitek, hogy ez egy vicc? De ez nem vicc, ezt csak retkonolták, mert féltek a backlash-től. Az sem kizárt, hogy Jar Jar nemhogy együtt dolgozik Palpatine-nal, sőt ő a Palpatine felett álló Sith. Lehet, hogy nem vetétek észre, de Jar Jar követi Palpatine-t mindenfelé. Igen, de mindig ott van. De nézzétek meg, az első résznek a végén, vagy az első résznek a végén Palpatine és Jar Jar egymás mellett állnak. Amikor Qui-Gon temetése van, egymás mellett állnak, és akkor beszél Obi-Wan, vagy nem, Windu és Yoda arról, hogy a Sithek mindig ketten vannak. Fixen ez volt az alapötlet, csak elvetették. Plusz Liam temetésekor Yoda... Köszönöm! ...mondta, hogy van két Sith, egy mester és egy tanítvány. Ekkor ugye Palpatine-t láthatjuk, és Jar Jar-t, ahogy Palpatine mellett áll... Ott áll mellette, a kis ott van mellette a mester. Úgy, hogy elvileg Jar Jar azt se tudja, hogy ki ő. Plusz Jar Jar és Palpatine ugyanarról a bolygóról származnak. Hát mindent elmond, hát taps! Hát ezt mondom én is! Jar Jar, kicsikét, nem ügyes, aha! Persze. Lehet, hogy együtt nevelkedtek és váltak Sith-té. Nem említve azt a tényt, hogy miután Padmé berakja Jar Jar-t a szenátusba, Jar Jar manipulálja az egész szenátust, hogy töröljék el a demokráciát és adjanak Palpatine-nak teljes hatalmat. Javaslom! Szenátor jogkör... Nem, itt már nem tudom, hogy mit mond. Maxi jogköröket akarja megadni Palpatine kancellárnak. Ha Jar Jar nem lenne, Palpatine soha nem került volna hatalomra. Így van. Ezeket a... És nézd meg, és Sith szemei vannak amúgy. Hát ott van a sárga Sith szem! Tényeket összegezve rájöhet... Ruhálja rá! A feltétel nélküli hatalma... Nem ezt mondja, nem tudom mit mond. ...tünk, hogy aki mindenek felett áll... ...mindent irányít... ...akinek köszönhetően létrejöhetett Darth Vader... ...a leghatalmasabb Sith... ...Jar Jar Binks. Ott van! Confirmed! Hát 10/10-es videó volt ez. Yes! Ott van benne, rövid, lényegre törő, minden tanulságot, meg minden bizonyosságot megláthattunk. Jar Jar a legnagyobb sítlovag. Bebizonyosodott, most már remélem mindenki tudja, hogy miért ő a kedvenc karakterem a Star Wars univerzumban, és amúgy tudjuk, hogy mi történt vele? Mi van a kánonba? Hol van Jar Jar? Hol van Jar Jar? A 66-os parancs után. Mi történt vele? Elfogták? Vagy még mindig ott van? Hát most ez lesz a 10., 11., 12. részben. Valaki végre hozza vissza. És mondják-e, hajléktalan lett utcai bohóc. Hát azt hiszitek, hogy az lett, igen. Hát ez a lényeg, hogy eltűnt a színről. És majd most megint visszajön mozgatni a szálakat.
Ebből még lesz valami. Én várom YouTube-on a komment szekcióban a Jar Jar teóriákat, hogy hogyan folytatódjon a 10. filmmel ez a dolog. Az is lehet, hogy streamer lett. De valami kell. Valami kell, hogy visszatérjen. Ezt a teóriát, mert úgy akarok meghalni, hogy ez a teória valami konfirmációt kap. Tehát nem tudom, hány évet fogok még élni, de ezt látni kell. Egyébként a videó fasza volt, a Fabulous Breaktime is jó, mint amennyire az időutazós csatorna tartalmait szerettük, tök jó volt. És szerintem ez már nem aktív ez a csatorna, mert ez 7 évvel ezelőtt volt. Igen, itt is 2 éves az utolsó videó, de van Fabulous Industries-a, és itt vannak az időutazós csatornák, úgyhogy őket kövessétek be, őket nézzétek ehelyett, és ne feledjétek, Jar Jar figyel titeket. Kint vízben szörny, en hajóban víz, nincs energia. Hát mi lesz itt, ha majd baj lesz, ha most nincsen? Elment a hangom. Bocsánat.